Szerintünk a nemzetállamoknak van biblikus alapja, hiszen a teremtés rendjéhez tartozik, mert azt olvassuk az írásba, hogy nem csak a személyek, hanem a nemzetek is meg lesznek majd ítélve a végítéletkor. Következésképpen ezek nem időleges képződmények, a mi fölfogásunkban. Azonban a nyugatiak ettől teljesen eltérő módon azt gondolják, hogy a nemzetállamok többé nem léteznek. Dagadják ebből fakadóan, hogy létezne közös kultúra és erre épülő közelkölcs. Nincs közelkölcs, ha a tegnapi olimpiai megnyitót megnéznék, akkor ezt láthatták. Ezért a migrációról is másképpen gondolkodnak. Szerintük a migráció nem egy veszedelem vagy egy baj, hanem valójában megszabadulás a nemzet alapját adó etnikai homogenitástól. Ez a progresszív liberális nemzetközi térfelfogásnak a lényege.